Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, legyen az N-tábor vagy a kétszertartás bármelyik résztvevője. És megint az a fajta töltöttség és az a tér élménye csapott meg, ami Koreában volt, és akik engem jól ismernek, mert tudják, hogy nem Koreát akarom idehozni, hanem ami Koreából érték, azt akarom idehozni. És egy olyasféle ősiségélmény és egységélmény az, amit a mai nappal a miénk, amelyet ilyen szellemi eszközök nélkül nem lehetne megtapasztalni. Keleten a tartalom és a forma egymást feltételezi. Tehát nem választják külön. Sőt, hogyha már a kettőről kell beszélni, inkább a formát teszik előtérbe, mert az exaktabb, pontosabb, és akkor abból következik a tartalom. Nálunk az énnek akkora ideája van, hogy mindig a tartalom, a lélek az jön előre, és akkor utána majd csak adunk valamilyen formát neki. És ezen a szertartáson egy hatalmas malomkerék jutott eszembe, ami fordított helyzetben van. Ugyanúgy vízszintes tengelyen szépen forog, de a helyzete azért fordított, mert 90%-ban van a vízben, és csak egy olyan 10% látszik ki belőle. Egy vízi malomnál nem ez szokott lenni, hanem fordítva. 10-15% van a vízben, a patak forgatja, és a tenger pedig átviszi az erőt a malomba. Ez a víz, ez a 90%, ami ellepi a kereket, az a tudattalanunk. A tudatalattinkban vannak azok a motivumok, azok az akaratmorzsák, amelyek a létünk kerekét forgatják, és amelyek behoznak a születésbe, amikor a víz felszíne fölé emelkedik a kerék, ott maradunk egy darabig, süt minket a nap, és utána aláhanyatlunk megint a testetlenbe, a tudattalamba. És az őseink pont ebben a vízben léteznek, és ma ezt a malomkereket úgy forgattuk meg, hogy ők följöttek a térbe, följöttek a felszínre, és ehhez nem kell nekik forma, elég a tartalom, elég az, hogy a benned lévő ősélmény, az ős archetípus megjelent akármilyen belső lenyomatban, vagy külső térérzetben. Valahol minden, ami ezen a világon van, és nem azt mondod rá, hogy én, az a tudattalanod része. Ez nem egy fekete-fehér választóvonal, ez egy sokárnyalatos választóvonal. És amit ma tettünk, az nem volt más, mint hogy merjük az életet vállalni, és merjük azt mondani, hogy mi vagyunk életben, az őseink pedig fönt vannak az égben. Ezért koreaiul ennek a szertartásnak a neve az Chondo-je. Tehát a Chon az a mennyország, a Do az az út, a Je pedig a szertartás. Szó szerint a mennyei út megtisztítása. De ez már egy olyan fordítás, amely nem teljesen fedi a valóságot, mármint akkor, hogyha nem tudod, hogy mögötte milyen jelentés van. A mennyben lévők útjának a megtisztítása szó szerint ezt jelenti, tehát az ősök útja, mert ők már fölmentek, ők már a nagy vízben vannak, nem a malomkerék látható részén, hanem a láthatatlan, de ugyanúgy forgó részén. Mert a tengely az közös. Ezért hallod azt, hogy közös karmánk kinyilvánítása. Ez nem azt jelenti, hogy abszolút értékű, és te ezen nem változtathatsz, sőt, ennek tudatosítása inkább ösztönöznie kéne mindenkit a változtatásra, hogy az erényeket vigyük tovább, és a hátrányokat pedig hagyjuk hátra. Ez akkor következhet be, amikor azt érzed, hogy az őseid mögötted vannak, és segítenek, mert elismerted őket. Úgy tűnik, hogy sem a társkapcsolatban, házasságban, sem pedig az ősökkel való viszonyban tisztelet nélkül nem megy. Legalábbis nem megy messzire. És az első ilyen őstiszteleti szertartás az tavaly ősszel volt, és valahol mindig
leborulok a hatása előtt. Amit fölhoz a malomkerék, az leírhatatlan. Ahova leviszi, az leírhatatlan, de a folyamat az tisztító. Megtisztítja a viszonyt, hogy ne azt érezd, hogy te rohansz az őseid után valahova a múltba, hogy ott legyen a megoldás. Vagy kövess valamilyen ideát a jövőbe, hogy majd ott legyen a megoldás. A megoldás itt van ebben a pillanatban, ha nem azt érzed, hogy az ősök vasvillával kergetnek. És ha nem tiszteled őket, akkor joggal kergetnek vasvillával, mert valamit nem tanultál meg. Valami nem ment át. Pedig testben mi vagyunk. Nekünk van szívünk, agyunk, fülünk, szemünk, orrunk, szánk, bőrünk és a többi. Nekünk van elménk, nekünk vannak érzelmeink. Nekik ilyenek tudatosan már nincsenek. A víz alatt nem tudsz így lélegezni, mint a víz fölött. Ezért szoktuk azt mondani, az inkarnáció mindent visz. Mindent visz, mert neked van akaratod, mert neked van egyéniséged, mert neked van én tudatod. Te vagy a felelős az életért, mert te vagy életben. Akik nincsenek életben, azok eltávoztak, vagy még nem születtek meg. És ez valahol megnyitja azt a teret, ahol mindannyian vagyunk. Letisztítja a múlt, jelen és jövő tengelyét. Rámutalt a létezésünk természetére. Úgy tűnik, hogy a látható és a láthatatlan, az égi és a földi ugyanazt a törvényt követi. A dharma a négy köztes létben ugyanaz, az ok és okozat törvénye nem változik. A helyzeted változik. Nem mindegy, hogy épp leszületsz, vagy épp meghalsz és fölmész. Nem mindegy, hogy testen kívül vagy, vagy testben vagy. Az életet nem azért kell megbecsülni, mert mindig könnyű és szép és jó élni. Az életet azért kell megbecsülni, mert csak így haladhatsz az úton. Hogyha meghúzol egy csavart mondjuk egy 12-es kulccsal, akkor újra egy 12-es kulccsal tudod azt meglazítani, vagy még jobban megszorítani. Azt a karmát, amit te testesüléssel gyűjtöttél föl, csak egy újabb testesüléssel tudod megtisztítani, vagy megtartani. Esetleg továbbadni, ha olyan. Ezért van a lét szomja, szanszkritul tanhá, és ez a lét szomj, ez hoz ide-vissza. Tehát nem vagyunk mi sem jók, sem rosszak, csak elszenvedünk dolgokat, és örülünk más dolgoknak, és az emberekkel ugyanez van. Túl kell látni azon, hogy az életet jónak vagy rossznak látod, hogy a párodat kellemesnek vagy kellemetlennek látod, hogy a családodat végzetszerűnek vagy egy nagy esélynek látod, a társadalmadat pedig előnyös vagy hátrányos helyzetű emberek csoportjának látod. Ezeket a kettősségeket meghaladva tudsz Isten igazából élni, a teljességet megélni. Úgy tűnik, hogy a Földön járt út az égben kezdődik és ott végződik. Úgy tűnik, hogy az ég útjának a megtisztítása nélkül a földi út járhatatlan. Úgy tűnik, hogy a törvény ismerete nélkül nem tudunk az úton maradni. Ezért fontos a dharma. Ezt adtuk ma egymásnak, az őseinknek és a leszármazottainknak. Úgyhogy, ha a további utonjárásban segíthetek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. A kérdésem az az lenne, hogy egy szeretett kapcsolatban hogyan tudunk segíteni egy olyan típusú embernek, aki az önértékelését, az értékeit tekintve kishitű, és éppen ezért megfelelési kényszerbe és teljesítménykényszerbe aprózódik el, és abba hajtja magát. Le kéne tisztázni, hogy a szeretet kapcsolaton belül milyen a viszonyod ezzel a lénnyel.
párkapcsolati? Az a legnehezebb. Megfigyelted az édenkerti mitoszt? Az egy teljes valláspszichológiai keresztmetszet, hogy valójában mik vagy muk. Ott egy párkapcsolat van, a generikus Ádám-Éva párkapcsolat. Nem látsz családot, nem látsz csoportot, és nem egyént látsz, egy párt látsz, akik küzdenek az élettel és egymással. Küzdenek az első reflexióval, az énnel. És az első és legfontosabb kérdés annak kéne legyen magadban, magad számára, hogy ezt a kapcsolatot meg akarod-e tartani, vagy sem. Ezt magadnak kell tudnod. És hogyha magadnak azt mondod, hogy igen, ő fontos számomra, vele szeretnék lenni, esetleg hosszú távon, akkor a kényszert vedd le róla, és a megfelelést azt hagyd meg. Ezt úgy tudod megtenni, hogy gyakorlod a főleg nők által bevetett módszert, ez pedig a feltétel nélküli elfogadás, vagy ami annak tűnik. Eleinte fürdünk ebben a feltétel nélküli szeretetben és elfogadásban, aztán rájövünk, hogy ennek ára van. Az már annyira jó, hogy ki szeretnénk fizetni, hogy még legyen, még ebből a szeretetből egy kicsikét, aztán kiderül, hogy az életeddel fizetsz. Tehát nem megfelelési kényszer kell, megfelelés kell. A kényszer az a félreértés. Amikor nem jól látjuk magunkat vagy egymást. Amit a kis hitűségre mondasz, az nem ugyanaz. És tudom, hogy nem így értetted. De ilyenkor feladatokat kell adni, és most hirtelen a népmesékhez ugrunk. Miért kell három sárkánnyal megküzdeni, hogy három, öt és hét fej, meg így sorba főfelé felmászni a vár tetejébe, és ott a toronyban van a herceg kisasszony. Feladat kell. És akkor bízik önmagában, hogy ezt meg tudta tenni. Ezt akkor kell, hogyha ő saját maga nem vállal a feladatot. Nagyon szomorú az, amikor mondjuk egy párkapcsolatban azt látod, hogy a könnyebbik utat szeretné választani feléd, hozzád. És akkor kicsikét úgy csalódsz, hogy azt hiszed, hogy ez ilyen könnyen megy. Meg sem erősödtél, le se tisztultál, saját karmádat teszed az asztalra, és azt akarod, hogy most feltétel nélküli elfogadással válaszoljak. Úgyhogy nézd meg, hogy milyen feladat kell, és mikor tudod elfogadni őt, ahogy ő van, és ezeket váltogatod. De a probléma az pont az, hogy rengeteg feladatot vállal, mert folyamatosan bizonyítani akar a világnak kifelé. Pont amiatt, mert értéktelennek gondolja magát, és azt hiszi, hogy így értékesnek tűnhet, és sokat vállal. Ezeket a feladatokat te adod neki? Nem. Akkor ezt mutasd ki felé, hogy felém úgy tudsz megfelelően működni, hogyha azokat a feladatokat végzed el, amelyeket én adok neked. És ezek után én feltétel nélkül elfogadlak, és szeretlek. Hát, de nekem nincs ez szívem, hogy még plusz feladatokat adjak én is neki. Dehogy plusz, hát a helyett, amit eddig csinált. Szerintem nagyon jól tudod érzékeltetni a fontossági sorrendet. Rendben, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Tessék itt. Ha van mondjuk egy 90 napos elvonulás, és a vége fele az elvonulás befejező emberek, igazából fogalmam sincs, hogy milyen tudatállapotban vannak, de feltételezem, hogy valamilyen szempontból kiszolgáltatottak, hogy nem. Miért feltételezed ezt? Félsz ettől? Nem. Hát akkor? Nem, tavaly voltam, vagy a Kyolcsira becsatlakoztam 10 napra, és lehet, hogy ez az én szűröm volt, de van akinek a tekintetében ilyen, hát kicsit ilyen elszigetelődést láttam. Vagy... Az más, mint a kiszolgáltatottság. Aha. Teljesen természetes, hogy 90 nap alatt, ha te tényleg csendben vagy, tényleg nem kapcsolod be a telót, tényleg nem kommunikálsz, ahogy ez a szabályokban meg van írva, leválasztodsz arról a bullshitről, ami odakint megy. És ha ez az elszigeteltség látszatát kelti, ám legyen. Úgyis ki kell menni és megmerítkezni benne újra.
És akkor nincsenek, amikor az ember egy 90 napos után visszamegy a kinti világba, akkor nincs, tehát nem kell semmilyen program, vagy felügyelet, vagy kapcsolattartás, hogy nehogy félre menjen valami. Gyakorolni kell tovább, ez az egyetlen egy módja, hogy ne menjen félre semmi, mert tényleg olyan vákumérzés van, innen kimegy, és akkor, mint hogyha egy űrhajónak az ajtaját így kinyitnak, és mindent az űr így kiszippant. És ehhez kell a center, hogy ez ne történjen meg, és mindenkinek, aki elvégezte a 90 napost, mondom, hogy mindent megtehetsz, csak a gyakorlatot nem hagyhatod abba. Tehát ennek az egésznek fokozatosan ellenőrzött körülmények között kell, ugye a kompresszió viszonyok miatt szépen kiegyenlítődni, hogy te ismét teljes sávszélességgel gondolkodsz, érzel, beszélsz, cselekszel. Én emlékszem, az első 90 napos után, amelyet idestolva 29 éve volt, nem akartam kimenni a kolostorba. Tehát a maradék zappelyen éltem 2 napig, minden munkát kérés nélkül elvégeztem, a WC-takarítástól kezdve a darmateremig, én voltam fönt egyedül, tudták, hogy ott vagyok, azt is érezhetik, hogy miért nem akarok lemenni, mert azt éreztem, hogy ez az életemmé vált. És ez nem elszigetelődés volt, mert különben befalazom magam a fürdőszobába klinkertéglával, hanem önállósodás volt, mert rájöttem, hogy amit keresek, az nem kint van, az bent van. És engem iszonyatosan zavar a zaj. Nem a madárcsicsergés, az nem zaj. A felesleges, humán, dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá. Az emberi beszéd 90%-a arról szól, hogy önigazolás. Önigazolás, mert a másik meghallgatott, és nem üvöltött vissza rám, hanem egy hasonló jelentés nélküli, teljesen felesleges információ halmazzal ő magát igazolja felém, amit én is meghallgatok, és még a végén kiderül, hogy akár érdemben is tárgyalhatnánk. Az a 10%. Tehát nem akartam lemenni onnan, és 2 nap után szóltak, hogy hát most már illő lenne, mert lent is kellene segíteni. Na, akkor a miben segíthetek rutin bekapcsolt. Ne viccelj, ez enélkül nincs. Tehát enélkül a miben segíthetek rutin nélkül a templom, ez nincs. És akkor rájöttem, hogy az önállóságot azt meg kell meríteni ebben a közegben, amit ott amerikai társadalomnak hívtak, aztán megmeríteni a koreai közegben, és ez minden olyan után így volt, ahol tényleg gyakoroltam. Ha tényleg gyakoroltam, ott úgy kell érteni kontrasztként, hogy van, amikor tanítasz, és már nem tudsz annyit gyakorolni. A legutóbbi 90 napos, az eléggé unikum volt. Nagyon könnyű, hogy hanyadik, mert 94-től csak egyet hagytam ki, 2001 tele. Az óriási hiba volt részemről, de ott a 8 kerben nem volt lehetőség 90 napra, mással kellett foglalkozni. Tehát a 28. 90 napos, az tavalyról idénre történt, már gyermekkel és feleségemmel együtt, úgy, hogy a gyermek nevelése és a kiolcse egyszerre. Na, ha valaki ezt akarja, nagyon-nagyon kösse fel az alsó neműt. Tehát kaptam egy-két becenevet, a Mr. 440 az egyik, aztán volt több is, de a lényeg az, hogy a karma mulandó, nem jegyezzük meg ezeket az állapotokat, de az irányt azt igen. Tehát egy olyan szellemi önállóságot, egy olyasféle függetlenséget tapasztalsz, ami a nem ragaszkodásból, meg a nem azonosulásból következik, és ezek után jobban tudsz kapcsolatot teremteni. Ha a belső kis buthádat jobban látod a külső kis buthádat is. Honnan tudod? Hogy boldog. Mert látod őt. Mert érzed őt. És még nem is tud beszélni. De a jelenlétedből pontosan leveszi, hogy benned mi van. És ha benned kis butha van, akkor benne is. Ha benned az, hogy jaj, basszus, megszülettél, főkkel neveljek, micsoda teher vagy, akkor a gyerek teher is lesz, és úgy is viselkedik. Úgyhogy én kívánom, hogy leüld a 90 naposat szépen, és akiket meginterjúvolsz, vagy megnézel a végén, az az ő tapasztalásuk. De az biztos, hogyha tovább gyakorolnak, akkor be tudják takarítani, és el is tudják tenni a következő 90 naposig a gyümölcsöt. Az elvonulás csak azt jelenti, hogy kinőtt, és ott van a fán, és ott lehet a kezében.
de azt még hasznosítani kell odakint a mindennapi életben. Úgyhogy teljesen természetes, hogy amikor ezt befejezi valaki, akkor akár nem is akar hazamenni, de aztán hazamegy. Egyéb kérdés? Melletted? Én még esetleg azt megkérdeztetem, hogy mi történik, hogyha az első mondjuk 90 napos után nem gyakorol tovább az ember, és kinyitja az űrhajó ajtaját, és mit szippant ki a... Nagyon-nagyon buta döntéseket hoz. Azt szoktuk mondani a 90 naposok végén, hogy vigyázz, hogy a szádon mi jön ki, és mi megy be. Tehát ne kezdjen rögtön beszélni bármit, hülyeségeket, hogy te mit tapasztaltál, meg ki lettél, meg ilyenek, ez kuka. És ne engedjél be ételt, italt mértéktelenül a kis szádba, mert eddig aszketikusan éltél napi három ilyen kis mogyorónyi étkezéssel, és akkor most ide nekem a lemondás tárgyát, mert jutalmazom magamat a saját hülyeségemmel. Tehát ezt ne. Úgyhogy amikor egy régi gyakorlónk kiment egy évre Koreába, úgyhogy abban egy kyolcse benne volt, akkor azt mondtam neki, hogy két dolgot tudj. Ha kimész, a karmád nagyon meg fog jelenni, és amit nem akarsz hazahozni, abból azt ne hozd haza. És amikor hazajössz, gyakorolj tovább, mert különben mindent elveszítesz. Sajnos egyiket se fogadta meg, és már rég eltűnt a színről, és az nem azt jelenti, hogy itt kéne lennie, hanem az úton kéne lennie valamilyen módon. De a társközösségek annyira közel vannak, hogy tudnék róla, ha gyakorolna máshol, de nincs meg. Mert azt hitte, hogy ott kint elért valamit, azt hitte, hogy amikor hazajön, akkor már mindent lehet, és ez volt az a felelőtlenség, ami kiszippantotta a kis űrhajójából az összes berendezési tárgyat. És az szétszoródik az űrben. Lefordítva, zero tantien. No center. És akkor az akaratodat kisajátítja valami vagy valaki más, és akkor egyszerűen csak szerepet játszol egy bábulettel. Ezt azért nehéz megértetni a mindennapi nem gyakorló emberekkel, akik úgy nem kerültek közel még a darmához, mert mindannyian szerepet játszunk, mindannyian alkukat kötünk, és észre se vesszük az önállóságnak vagy a szellemi minőségnek a hiányát, mert még közelébe se kerültél annak, hogy erre ráébredj. De amikor ráébredsz, akkor így visszanéz, hogy úristen, hát ez hogy működik? Hát miért nem látnak? Miért így csinálják? Miért kell ennyit szenvedni és szenvedtetni? Úgyhogy erre egy kutyás hasonlatot mondok így a válasz végén. Megtörtént eset, versenyagarak, azok nagyon jól tréningezett, tanított állatok, és volt egy, akit úgy hívtak, hogy Birch Mary. Angol száz területen történt az eset. És tudjátok, tudhatjátok, hogy az agárversenyen az ajtók így kinyílnak, műnyúl elindul, agarak rohannak kis rajtszámmal, és nagyon sok pénzt lehet nyerni és veszíteni. Két kör szokott lenni általában, és az első körnél valahol féltáv környékén az egyik kutya megáll, és néz. És észrevett, hogy a műnyú körbe megy. És átugrott a sövényen, átrohant átlósan a pályán, és elkapta a műnyulat. És vége lett a versenynek. A kutyát diszkvalifikálták, mert túl okos volt. Többet nem versenyezhetett, mert elrontotta mások illúzióját. Úgyhogy az elszigeteltségre kicsit visszatérve, az nagyon világos, hogy amikor te elkapod a műnyulat, vagy látod, hogy mások műnyulat kergetnek, és te erre nem vagy hajlandó, akkor egy kicsikét megváltozol, és megváltozik a rólad alkotott kép, és megváltozik benned a társadalomról, a társról és a családról alkotott kép. Például ezért fontos, hogy gyakorlók együtt gyakoroljanak. Társkapcsolatban, hogyha az egyik valamit csinál transzcendens téren, akkor a másik is valamit transzcendens téren csináljon. Nem kell, hogy ugyanaz legyen, de hasznos, kényelmesebb.
Úgyhogy az űrhajót, azt az űrkikötőben kell szépen dokkolni, kiberakodni, utána megint csavar és mehet. Itt azt szoktam mondani, hogy itt úgy tűnik, mintha meditációt gyakorolnál, valójában egy kórokozót töltesz föl a saját szervezetedbe. Ezt úgy hívják, hogy nem tudom. Tehát a nem tudhatóval megfertőzöd magadat, és ez szépen végigmegy a karmádon, és megeszi az egészet. Elpusztítja az összes téves nézetedet, elpusztítja a kapzsiságodat, elpusztítja a haragodat, ha hagyod. Ha nem veszed be az önzés védőoltását. Úgyhogy kérem szépen, a nem tudom, vagy nem tudható, mint kórokozó, az benne van az emberben. Ez az, ami keres, ez az, ami kérdez, ez az, ami nem alkuszik meg, ez az, ami az úton akar járni. Ez az, ami tudja, hogy itt nem csak énség vagy énségek vannak, hanem van valami, ami ennél több, de valójában kevesebb. Tehát az ember az, aki tud valamiről, ami nem csak ez, amit látsz, hanem valami, ami fölötte van. És ezért teszünk mi ennyi mindent ebben a helyzetben, amit így hívunk, hogy élet. Ezért vállalkozunk ilyen elképesztő dolgokra, a külső és belső felfedezések, hogy találjuk már meg azt a pontot, ahol egészé válunk, ahol egyé válunk, ahol kiegészülünk, és nincs ez az elképesztő énség fal köztem és a világ köztem és a másik ember között. Így. Egyéb kérdés? Hogy lehet elviselni a nem tudom szabadságát? Mert nagyon gyakran azt érzékelem. Mi van a tenyerem fonákján? Nem tudom. A készfej. Hát látod, a tenyerem fonákján a készfej, okay, ugye? Igen. Mi van a szabadság fonákján? A börtön. Mi? A börtön. Nem, a felelősség. De ha a börtön a számodra felelősség, és a felelősség börtön, akkor vigyázz. Köszönöm. Itt. Egy olyan kérdésem lenne a meditációval kapcsolatban, hogy hogy lehet a prioritás listának az elejére helyezni, mert hát volt dolgom is, de hogy nem éreztem, hogy fontos lenne, hogy ezt hogy tudom rendbe tenni belül, hogy ez tényleg... Látod, amikor leborulunk a Buddha előtt, és fölemeljük? Neked még egy feladatod van, belül képzeld el a Buddhát, és adjál neki egy puszit. És hogyha hagyta, és akkor megöleled még, és azt mondod, hogy Buddha, te vagy a legfontosabb, én téged szeretlek a legjobban. És ekkor a meditáció nagyon jól fog menni. Férfiak, ugyanezt Kvanszán Bószál Bódhiszatvával, csak hogy ne legyen probléma, jó? Még valami az, hogy amióta itt élek, az érzelmeimet még jobban átérzem, hogy így a pillanatban így rögtön érzem a dolgokat, és korábban én nem engedtem magamat, hogy csalódni, hogy nem voltak elvárások saját magam felé, és nem is csalódtam, hogy nem éreztem. Most már csalódsz? De ne, hogy... Igen vagy nem? Igen. Akkor jó, meg az úton jársz. Tehát a felébredés, az illúzióvesztés csalódás, a csalódás felnőtté válás. És amikor arról van szó, hogy ebben is, ebben én mind csalódtam, akkor viszont összeszedett leszel. Mert nem mész annyi felé. Ha mindent akarsz, mert a vágyaidat mindenhol be akarod teljesíteni, akkor szétszórodsz. Ha csalódsz ebben, csalódsz abban, csalódsz amabban, akkor összeszedődsz. Jó, ez. Köszönöm. Szívesen. Tudsz csalódni a csalódásban? Igen, igen. Helyes. Az a legnagyobb összeszedettség. Csalódj a csalódásban, és akkor minden éppen ilyen lesz. Nincs illúzió. Nincs csalódás. Az illúzió vágyalapú és nem működik, a csalódás, az frusztráció végül dű alapú, az sem működik. Vedd tudomásul, ez éppen ilyen, tehát a madárdal az éppen ilyen. Nem jó, nem rossz, éppen ilyen.
És akkor megszűnik az illúzió és az abból való csalódottságon keresztüli felébredés. Jó? Egyéb kérdés? Megnyertem azt a dolgot a családban, hogy nekem nem kell a műnyúl, és ezért jár a bünti, mert hogy én más vagyok. És mi az, hogy nekem nem kell a műnyúl? Hát a műnyúl az az élet értelme is. És nem mondom nekik, hogy de hát amit ti kergettek, az egy műnyúl, csak az, hogy köszi, nekem ez nem. És válni majd a bünti kell érte. Egy közös műnyulat. Tehát egy olyasmit, amiben te is hiszel, meg ők is hisznek. A családot másképp nagyon nehéz így összetartani, vagy uram, bocs, elviselni. Idegen test leszel, ne legyél. Tehát az alapdolgokat, azokat közösen kell tudni élni, és a célok között legyen valami, ami közös. Mondd le a magasrendű és alacsonyrendű megkülönböztetéséről. Egyébként igyekszem tisztelettel, szeretettel és elfogadással, együttérzéssel fordulni feléjük. Oké, viszont... Uh-huh. Az, hogy kilőttük a magasrendű és az alacsonyrendű közötti ítéletalkotó különbséget, azzal nem azt mondom, hogy ne lásd az ok és okozat működését. És hogy ne azt az irányt kövesd, amiben hiszel. De ha te a magadét magasrendűnek mondod, műnyúl, és az övéket alacsonyrendűnek, műnyúl. Én látom azt, hogy mindenki a maga útját kell, hogy járja. És itt az utok különbözhetnek, és pont ezért igyekszek nem rangsorolni. Igen. Tehát út van. Igen, viszont vannak olyan formatív beszélgetések, amikor tényleg meghallgatjuk egymást, és azt mondod, hogy drága kedves családtagom, puszi a homlokodra, de nem tudom, hogy látod-e, hogy te most erre mész, meghosszabbítjuk ezt az irányt, és te oda fogsz jutni, azzá fogsz válni. Ugye megérted, hogy én ezt nem szeretném. Én nem szeretnék oda jutni, nem szeretnék azzá, vagy ilyen emberré válni, amivé te ezáltal válsz. Én más szeretnék. Egymáshoz születtünk, volt egy közös karmánk, ezt jelenti az egymáshoz születettség. De utána, ha te arra mész, én nem megyek arra, én nem szeretném ezt. Én másfelé megyek, bemutatom azt, hogy én mit szeretnék magamból kihozni, én milyen életet szeretnék élni, és kész. Igen, és ezért jár a bünti. Na. És olyan lelki furka, meg mit tudom én, és akkor tehát, hogy tudjam ezt elviselni, fogalmam sincsen. Úgyhogy akit meg akarnak büntetni, az valójában nem te vagy, hanem egy rólad alkotott helytelen kép. Tehát a kabátodat, azt nem lehet megsérteni. Az a kabátod. De ha magadra veszed a kabátot, akkor már téged is meg lehet. És nagyon nyugodtan, szépen le kell, amit te gondolsz rólam, az a szerep az, amit te büntetni szeretnél. Én ezzel nem vagyok azonos. És kész. Köszönöm szépen. Szívesen, és ezt azért kell kimutatni, mert a végső kérdés, ami tényleg rázárod a kaput erre az argumentumra, az az, hogy akármilyen korú az illető, aki büntetni akar téged, ha már tud kommunikálni, és egy kis érettsége van, akkor megkérdezheted, hogy ha te ilyen ember vagy, és ilyen utat követsz, megszületnél saját magadhoz? Lennél a saját gyereked? Hát vicces lenne ezt megkérdezni tőle. Pontosan. Úgy tűnik vicces, de valójában drámai. Drámai. Sok hatás lehet. A másik, amit szintén meg kell kérdezni, hogy ha te így folytatod, akkor egy következő életet ezzel a tudattal elkezdenél? A nulláról? Tehát nem a saját gyereket, hanem a saját folytatásod vagy. Hát ez odáig már nem ér el. Tehát nem tudja értelmezni a kérdést. Jó, okay. De én értem. Helyes, használd fel úgy, ahogy tudod. De ezek nagyon erős szembesítések. Nem vágytam tudatosan semmire, aztán megkaptam valamit, valakit. Aztán elveszítettem. Nem tudom, hogy most csalódtam-e, hogy haragszom-e, vagy dühös vagyok-e rá, magamra, nem tudom. Most elfogadom. Ez éppen ilyen, az elfogadás?
És most hogyan igen, tovább, de nem hogy... a teljes. Tehát az elfogadás az része az éppen ilyennek. Tehát van egy kutyád, és még nem teljesen szobatiszt, és oda kakil a padlóra. Elfogadod, hogy ez megtörtént, mert hiába üvöltöznél, az a kaki az ott van a padlón, de a második fel az, hogy főtörlöd, és a harmadik fel az, hogy tanítod a kutyát, hogy ez ne így legyen. És ha megtanulta, akkor már nem fog oda kakilni, hanem a megfelelő helyre, házon kívül. A kapcsolatnál ez egy kicsit bonyolultabb. Tehát nézd meg azt, hogy te ezt a három fázist, a teremtés, megtartás és lebontás vagy pusztulás fázisait te hogy élted át, és mi volt a te hozzájárulásod? A teremtésben te hogy vettél részt, a megtartásban hogy vettél részt, és a lebontásban, ahol vagy tisztulásnak, vagy pusztulásnak, de megéljük az eltűnést, abban hogy vettél részt. És itt semmi más dolgod nincs, mint a rálátásból, a reflexióból tanulni. Nem nyerességeink és veszteségeink vannak, hanem leckék. Olyan leckék, amelyeket vagy megtanulunk, vagy nem. Onnan tudod, hogy megtanultad, hogy nem ismétlődik meg. Ami megismétlődik, azt nem tanultad meg. Jó? Azt szeretném kérdezni, hogy anyai ágról hozott szegénységtudatot, azt hogyan lehet letenni? Most majdnem azt mondtam, hogy menjél egy multihoz dolgozni, mert az rosszabb. De ott úgy tűnik, hogy egy másféle szegénység van. Tehát ott valami olyan minőséget vesznek ki belőled évek alatt, ami miatt az emberek top fizetés mellett elmennek a multiktól valami más csinálni, és elmennek kertészkedni, masszírozni, halakat figyelni, környezetet védeni, madarakat gyűrűzni, csak hagyják meg őket békén. A szegénység tudat abból van, hogy a belső értékeinket nem látjuk. A külső értékek mindig belső értékből következnek, nem másképp. Tehát valójában a belső értékeidet senki más nem láthatja meg, csak te. És hogyha magaddal hoztad ezt mondjuk női vonalon, akkor látnod kell, hogy ezt a karmát attól a vonaltól megkaptad, mert magaddal hoztad a saját korábbi karmáidat. Ezek találkoznak, azért születtél ebbe a családba, hogy ez benne tudatosuljon. És el kell végezni azt a műveletet, amellyel visszaadod ezt a karmát azoknak, akiktől látszólag kaptad. De valójában ők aktiválták benned. Ők tudatosították. És miten ezt tudatosították, a lecke befejeződött, megtanultad, amit kellett, és a szegénységet visszaadod, és az értéket viszed tovább, hogy megoszthasd azokkal, akiknek az értékre van szükség. A szegénység mögött nem csak az érték fel nem fedezése van, rengeteg minden egyéb. Általában az énségbe való bezártság az, ami ezt hozza. Tehát bezáródsz a saját büszkeségedbe, a saját kivagyiságodba, a saját identitásodba, oly mértékben, hogy csak te vagy. Csak én vagyok fontos. Csak nekem jár. Csak nekem van igazam. Ez mind szegényít. Borderline. Így is lehet mondani, csak kicsit kíméletesen voltam. Tehát nézd meg magadban az értékeket, és ez még csak a kezdet, és ezt legyél szíves kreatívan kibontakoztatni, és mások számára fölajánlani. És utána lesz ebből jövedelem. Tehát az érték felfedezése, a teremtés beindítása, másokkal, a világgal való kapcsolatteremtés, a teremtésen keresztül, a mesterségen keresztül, inkább így mondom, és ezen a mesterségen keresztül nem csak a kreativitásodat éled meg, hanem az értékeknek a feltranszformálását. Miért? Mert már csak nem rólad szól. Nem azt hiszed, hogy egy jó írónő vagy, hanem írtál egy könyvet, ami több ezer embernek az életét emelte. Hogyha ezt így sikerült addig pörgetnem, ameddig egy pszichés meddőség alakult ki nálam, akkor mi a következő? Pszichés meddőség? Igen, tehát gyakorlatilag semmi oka nincsen. De akkor, bungee jumping, akkor ejtőernyőzés, akkor csúcstámadás, minden, csak ami kockázatvállalással, téthelyzettel, veszélyérzettel kibillent ebből, hogy ezt a kérget, ezt a bonzs le magadról. Tehát ilyenkor kockázatot kell vállalni. Ez a teremtés inverze.
Tehát a pusztulás szélére kerülsz. A halál szélére kerülsz. Mert hogyha pszichikai meddőség van, az az, hogy önbizalom zéró, teremtés zéró, be vagy zárva a saját kis énedbe, akkor viszont az kell, hogy kiugrasz 4000-ről, oktatóval, free fall, és ott van az ejtőernyő. És hogyha kihúzod, és a nyílási folyamat rendben van, akkor földet érsz, és megcsántod még egyszer jövő héten. Kell még pszichikai meddőség? Nagyon szívesen van még egy-kettő feladat. Oké? Okay. Wingsuitot nem javaslok, túl sok a haláleset. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy én nekem egy teljesen új tapasztalás a meditáció, most életemben. De irigyellek, te! Az milyen jó dolog, amikor kezd az ember. Mármint, hogy még, tehát, hogy most kezdtem el meditálni itt a templomba, és azt szeretném megkérdezni, hogy honnan tudhatom, hogy mondjuk meditatív állapotba kerülök, ez az egyik kérdés. Azt nem tudod, mert akkor már ki is jöttél belőle. Akkor milyen érzet? De jó, nekem most meditálni, te! És ez a te, ez valójában az én meg nincs, és akkor én meditálok úgy, hogy én az nincs, és közben reflektálok rá, hogy elmondhassam a klubba a barátnőimnek, ugye, közben a körmeinket reszelgeti a manikűrös, hogy milyen jól meditáltam. Akkor honnan érzem? Sehonnan, drága. Sehonnan. Hallod a hangokat? Igen. Érzed, hogy a feneked lefelé nyomja a kis matracot? A fejed főfelé törekszik, tantienedet masszírozod mahamudrában, és kész. Nem minősítjük saját meditációnkat. Elvégezzük. Hatás látszik. Nem kell minősíteni. Akkor olyan kérdésem van, feljött olyan gondolat, ami így számomra is furcsa, azt honnan tudhatom, hogy ez az én elmém gondolata, vagy valami olyan, ami máshonnan jön? Szoktad kölcsönkérni mások homlok lebenyét? Nem. Tehát elmondható, hogy amely gondolat a lényedben megszületik, az a saját homlok lebenyedhez köthető, ugye? Rendben, igen. Mondható, igen. Akkor mondjad is. Tehát ilyenkor a drágalátos elméd az a leghülyébb gondolatokat tudja a felszínre dobni, csak azért szórakoztasd magad, vagy sokkold magad. Ezek a múltból, jelenből, jövőből alkotott képek. Ez volt, és akkor ez is lesz. Mert ez nem lehet másképp. Hasonlók. Gyakorlatilag minden ilyet, főleg a meditációban, de egyébként a mindennapi életben is, ha rám hallgatsz, kellő távolságtartással, humorérzékkel és együttérzéssel kell szemlélni, de az azonosulást azt ne, mert kiégeti az elmédet. Gondolat jön valahonnan, marad valamiért, és elmegy a semmibe. Látszólag. Ezt a folyamatot nyugodtan éld át. És ne kérdezősködj, hogy az honnan jött, meg miért marad, meg hová megy. Tapasztald azt, amit a gyána 4 fokozatában az elsőként a téravádinok leírtak, ez a Sróta Ápanna, azt jelenti, hogy a folyamba lépett, aki a folyamba lépett. Egy kicsit annyit cizellálnék rá, hogy aki a folyamot meglátta, hogy valójában már belelépett, de most a partján ül. Most már nem sodor el a saját szemétáradatod, és nem hiszed el a saját hülyeségedet, és nem vetíted ki a másikra, hogy ő is elhiggye a saját hülyeségedet, mert anélkül te nem érzed magad biztonságban, meg önbizalmat sincs. Miért vagyunk véleményfüggők? Miért gondoljuk azt, hogy a másikkal közölt vélemény az, hogy elfogadja, hogy az általa felém sugárzott vélemény, amit én elfogadok, az bennünket jobb emberré tesz. Vagy boldogabbá, vagy stabilabbá, vagy ezért bízhatunk egymásba, mert a saját hülyeségünket oda-vissza elfogadtuk. Ugye? Belül ugyanez van. Nézd meg szépen az elmetartalmat, üljél a folyamnak a partján, te ne nyúljál bele, mert lehúz, és előbb-utóbb minden gondolat a helyére került. Minden a helyén van, csak az elme az, amelyik az önértékelésből, az önképből csinál egy ilyen elképesztő csomógyűjteményt. Beköt, megfeszül. Érted? Na most még olyan kérdésed van, hogy... Nincs. Nincs már? Na majd legközelebb. Köszönöm. Szívesen. Itt.
Mit javasolsz inkább, kevesebb, de hosszabb elvonulást tenni, vagy többre van lehetőség, de azok rövidebbek? Neked bármit. Amelyiket csak el tudod érni a sok-sok túrázás közepette, amelyik jön, megnézed a naptáradat, ráböksz, és most ülni fogok, nem járni. Kész. Köszönöm, és ha nem rólam van szó... Akkor gyűjjön ide, azt kérdezze meg a saját becses szájával. Alapvetően én vagyok rá kíváncsi, de nem a saját szempontomból, hanem úgy egyébként. Az átlag, az ember, nagy elvel az ember. Na, ilyen nincs. A nagy elvel, olyan aki nem van, én vagyok, ugye. Ide elém leül, és látom, hogy Sánta. Hát akkor székre fog ülni. Érted? Vagy azt látom, hogy nagyon fiatal, és a hosszú elvonulások teljesen keresztbe vágnák az elmét. Tehát ilyen, hogy általános ember ilyen nincs. Olyan van, hogy valaki gyakorolni szeretne, ide gyűn a saját nevével, oszt formájával, leül elém, és azt mondja, hogy Szunyi, mit javasolsz? Arra tudok mondani valamit, hogy általánosságban már rég nem. Oké. Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Tessék itt. Nekem a megszerzéssel és azzal nincs gondom, de a megtartással azzal igen. Szóval... Vannak páncélszekrény gyártó cégek, csatlakozz. Mert az, hogy páncélszekrényt veszel, mi is vettünk, de igazából megcsinálni jó. Amikor megcsinálod a saját páncélszekrényedet, 8 jegyű számzárral, külön kulccsal, feloldókód 1-2, így kell ezt megtartani, vagy mégsem? Na, elárulod, hogy remélem, mit szeretnél megtartani? Hát úgy... Azt hiszem... Mit vagy kit? Önmagamat. Na, azt el sem tudod veszíteni. Jó. Akkor de most fedezékbe vonultál. Tudnál mesélni Luciferről? Hirtelen váltás volt, hallod? Igen. Nézzük meg a valláspszichológia egy újabb, gyönyörű állomását, amikor ugye Isten a kreátor, a primér, az elsődleges, idegen isteneid ne legyenek önvalód előtt, nagyon fontos. És van ugye az Isten után az első, tehát a második legerősebb a csapatban, itt mindig ilyen dupla szarval, meg páros patásan, meg ilyen mindig ilyen páros, fekete, nagyon csúnya ábrázolásokkal illettek már a nicceai kereszténység nyomán. És ha megnézed a nevet, abban benne maradt valami, ami úgy ezt a mítoszt nem támasztja alá. Ez a Lucifer, a Lucis a fény, a fer a fasciéréből jön, a tevő, csináló, vagy így hozó. Tehát Lucifer a fényhozó. Az első duális tudat. Az első olyan, hogy a fénnyel, amit hoz, rávilágít a teremtésre, és láttat, és megmutatja, hogy az valójában micsoda. Tehát ő nem a teremtő, hanem a láttató. Nem a primér, hanem a szekundér. Nem az elsődleges, hanem úgy a másodlagos, hogy mindig is kettő van, a látó és a látott. A világító és a tárgy, amire rávilágítok. És úgy tűnik, hogy a tudatodban is ez van. Van a nem tudó, vagy nem tudható, amiből jön az első teremtés. Nézd meg a Bibliában, hogy Isten igazi arcát nem látta senki, igazi hangját nem hallotta senki, és itt szépen a szívszutra módján így végigmegy, csak ez egy kicsit összeszedettebb abból a szempontból, itt nincsen kivetített alak, hanem meghaladó bölcsességben időzvén látja, hogy kettős pont, és akkor jön a negatív lista. Képzeld el, bemész a Lidlibe, és azt mondják, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs. Az összes pénztár bezár, vegyétek le az ideáitokat a kasszaszalagról, mert ez sincs, az sincs, amaz sincs. És kiderül, hogy valójában ez az üzlet. Hogy semmi sincs. Sőt, még a semmi sincs. Ez nagyon fontos. Tehát aki nihilista lenne buddhistaként, azt mondja, hogy gyerek, még a semmi sincs. Értjük? Na, akkor marad a kérdőjel. Mert ez a nem tudható, a primér.
A második az, amikor van szem, fül, orr, nyelv, test, egyebek, és látod az igazságot. Na most miért olyan nehéz egy monoteista társadalomban szembenézni az igazsággal? Mert száműztük az űr legsötétebb mélységeibe azt, ami a fényt hozza, és láttat. Tehát a primér és a szekundér nem fért meg egymás mellett, mert akkor már látni kéne az ok és okozat működését. Ez annyira erős, hogy ez a középkorba tolta az európai társadalmat, úgy nem sokkal a nyugat-római birodalom felbomlása után, és az nem pár száz év volt, hölgyeim és uraim, az egy bő 1000 év volt. Tehát meddig volt ez? Hát 1600-ban Galileinek még vissza kellett vonni azért a tanait. És csak a halálos ágyán mondta, hogy és mégis mozog, mert mert látni, mert tapasztalni. Tehát az első a lényeg, a primér. A második az igazság, amit látsz, az a szekundér. A harmadik lenne a működés, ami összeköti az igazság darabjait. Képzelj el egy olyan társadalmat, ahol a lényeget és az igazságot szétválasztják. Mert gyakorlatilag ez történt Európában. Nem tudunk együttműködni. Mindenki a saját ideáját követi, mert látni nem lehet, csak gondolkodás által jutsz valahová. Ez a logosz betegség. Ez nem találkozik az igazsággal. Ez mindig a lényeget akarja újra gondolni, de azt nem lehet. Mert a lényeg az nem elgondolható. És innentől kezdve, amíg a lényeg és az igazság nem találkozik újra, addig működés sem lesz. És mi több más ilyen hasonló advaita vagy nem kettősség irányú csoporttal azt célozzuk, hogy olyan szellemi minőséget mutassunk fel, ahol egészlegesen tapasztaljuk ezt. Az elsődlegeset, a másodlagosat és a harmadlagosat, a lényeget, az igazságot és a működést. Úgyhogy lucis, azaz fény, elég nagy szerepe van, és nevessük meg azt, aki hozza, hanem inkább nézzük meg azt, hogy bennünk hol van az a kis Lucifer, amelyik lát, amelyik láttat, amelyik elviselné, hogy láttatnak vele. Oké? És ekkor meg tudsz tartani. Hogyha állandóan meghasítod magadat, hogy ez bennem a jó, az meg a rossz, másikban ez a jó, másikban az a rossz, de nem tudod megtartani, mindig darabokra szeded szét. Úgyhogy ne szedd szét darabokra, egy térben, egy fénnyel lásd az egészet. Így tudod megtartani. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy hányféle folyam van, és hogy mi lépünk a folyamba, vagy a folyam lép belénk? Annyi folyam van, amennyit teremtesz. Benned nagyon sok van. Így szépen egymás fölött, így rétegezve. És nagyon sokféle hajó, halacska, kajakos, kenus, úszó, mellette a horgász, minden van. Tehát elképesztő belső gazdagságod van gondolatból és érzelemből. Nem csak, hogy mi lépünk bele, hanem tőlünk ered, és hozzánk tér vissza. A legnagyobb felelősség az, hogy milyen folyamot indítasz el, és mi az, amit visszatérítesz magadhoz. És miközben itt szépen körbe folynak ezek a folyamok, kik vesznek részt ebben, és ha igen, hogyan? Megmossák benne a lábukat, a kezüket? Megfürödnek? Belefulladnak, szomjukat oltják. Erre tessék figyelni. És hogy kell erre figyelni? Mit hallasz most? Csiripelnek a madarak. Belül? Mit látsz most? Na, itt a poén. Tehát ugyanolyan hitelességgel és érvénnyel és egyszerűséggel kell belül látni és hallani, ahogy kívül. Ezért van az ennek az egyéválló meditáció, hogy nem csukod le teljesen a szemedet. A belső és a külső egyéválik. Nézd meg, amikor a vongíről, az eredeti energiáról, amit lehozol, a dégíről, a nagy energiáról van szó, és a kettő közt a kapcsolat a lélegzet, a kongi. És amikor ez megvan, akkor a három egyesül hapkivé vagy aikivé. Semmi más nem kell, csak hogy bontsd le az én falat, és akkor látsz. Jó?
Nekem a ma 10 órai meditációnál jött egy ilyen érdekes felismerés magammal kapcsolatban, hogy folyamatosan gondolkozom, és tehát folyamatosan jár az elmém, tehát meglátom ugye a falba azokat a aranyos motivumokat, amiket igazából is lehetne rajzolni, mert annyira élesen körvonalazódnak. És hogyha próbálok arra figyelni, hogy figyeljen meg a környezetemet, akkor pedig azt arra jöttem rá, hogy akkor pedig iszonyatosan elálmosodom. Hogy, tehát vagy pörög az elmém, vagy pedig elálmosodom. És a jelenben pedig szerintem körülbelül 3 vagy 4 légzésig tudok maradni. Ez annyira korrekt, amit mondasz. Ennek ez itt most így kellett, hogy történjen. Ez a kezdő meditációs tapasztalások. Ezzel semmi gond nincs. Bekapcsolod a leborulást, az ezt a tompaságot elviszi, hogyha a környezetről beszélsz. Szépen leszabályozza ennek az elmének a pörgését, megtisztítja a kis mikrokozmikus energiakörödet, tantient megerősíti, és utána mantra praxissal elkezded a jeltartományt szépen növelni. Ez, amit mondasz, ez tökéletes kezdő tapasztalásként. Nem maradunk meg ennél természetesen, lépünk szépen tovább, de itt látod meg azt, hogy az elme az micsoda illúziógyár. Hát az valami hihetetlen. Most mondok neked egyet csak, hogy érezd a törődést, hogy nekem ez 2-3 évig volt, tehát nem, az, nem gyakoroltam ilyen intenzíven, mint te. Zen tábor, á? Messze, a jövő messzességében se. Viszont évente egyszer csináltunk egy 24 órás gyakorlatot a régiekkel, és emlékszem, ilyen piros-fekete linoleum volt a padló épp a teremben, ahol ültünk, és hajnali 2 és 3 óra közötti, vagy 1 és 3 óra közötti időszak volt a legnehezebb. 10-kor kezdtük, 10-kor fejeztük be. Éneklés nagyon kevés volt, az is csak 2-szer, és ilyen 40 perceket, ilyen 10x40-ek így szépen, aztán valami szünet, aztán megint. Tehát van az önkínzásnak többféle módszere, de az is, hogy csináljuk ezt, mert nincs benne elég ritmus, és nem az a cél, hogy ilyen extrém tapasztalások legyenek, hanem hogy te folyamatosan szépen gyakorolj, aztán majd hámozod le az almát. És hajnali valamikor, nem tudod, hogy hány óra, csak a csukpit figyeled, és így. A vörös-fekete linoleum ott van előttem, és ahogy most mindenkit, közben most téged, élesen, kontrasztosan, teljes színhűséggel látok, ugyanolyan élességgel és színhűséggel nőtt ki egy rózsa a padlóból. Ugyanolyan valóságélmény volt, mint ahogy előttetek bármi. Most el magad elé nézel, a másik ember háta, a matrac, a padló, ugyanolyan éles és világos, plasztikus. Jön föl a rózsa, kinyílik, és amikor rájöttem, hogy ez a padlóból nőtt ki, akkor jöttem rá, hogy álmodom. És hogy rájöttem, hogy álmodom, abban a pillanatban eltűnt a rózsa. És csak az eseménytelen, unalmas, vörös-fekete linoleum maradt, egy elképesztően fájó fejjel, hogy ezt nyomtam már akkor X órája. Ebben az elmejátékban eszméletlenül ki lehet fáradni. És hogyha megtanulod az energiádat kezelni, azzal az információt is kezeled. Oké? Úgyhogy ez, mint kezdő tapasztalás, nagyon jó. Lesz ez még rosszabb is, hidd el. Tehát ezt úgy is csinálhatod, hogy jössz ilyen hosszabb elvonulásra, és őt egybe kipörgeted. Miért? Az elménk elképesztően kondicionált. És vezetőnek borzalmas, de szolgálónak nagyon jó. És ezt a kondicionáltságot te meg tudod változtatni, hogy hogy gondolkodj. Mennyire maradj a pillanatban, mennyire valósághű legyen ez a működés, mennyire merj látni és láttatni. Ezek mind-mind változtathatók. És ezért is gyakorlunk. Tehát nekem az első legnagyobb ellentmondás az volt, hogy igen, haladjuk meg a karmát. Jó, akkor is meghalunk, mulandosságot nem haladjuk meg. Változtathatunk magunkon, de legalább 1-2 ember lesz, aki mindig tökéletlennek lát, tehát a tökéletesség az is kuka, ugye ahogy van,
De a legnagyobb ellentmondás az az volt, hogy a szabadságot, tehát a megszabadulást tanítja a tan, és közben pedig ilyen elképesztő rend van, ilyen nagyon feltételhez kötött, beszabályzott valami. És ezt a kezdő elme függő viszonyként élheti meg. Tehát egy olyan fedő, hogy te ettől a formától függesz, és ezt csak így lehet csinálni. Hát hol van itt a szabadság, kérem szépen? Sehol. A kötöttségeidre jössz rá. Tehát, hogy az elme mennyire kötődik ehhez az egész mozgáshoz, mennyire kötődik az illúzióihoz. És aztán elkezdesz kötődni ahhoz, ami nem fogható szóba, és nem önthető formába. Ez a nem kötődéshez való kötődés, ez azt jelenti, hogy a potmétert 0-100-ig mindig oda teszed, ahova éppen kell. Ha tanulsz, kötődsz a gondolatokhoz. Ha meditálsz, akkor nem. Oké? És így minden gondolat a helyére kerül. Emberi kapcsolatok ugyanez. Kiválasztasz valakit, megfogjátok egymás kezét, egymás ujjára húzzátok a gyűrűt, deklaráltan kötődtök egymáshoz, mert úgy döntöttetek, hogy igen, ez lesz. Hun vagytok. Ott. Hun. Ott vagytok. Na. Élő példa. Élő példa. És ugye ez nagyon nem könnyű, és rengeteg meló. Akkor az összes többi ilyen jellegű kapcsolat az ez alatt van. És nem kötődsz úgy hozzá, mint a szíved választottjához. A 0-100-ig ez csak akkor változtatható, ha tudod, hogy ezen a skálán eredetileg fix pont nincs, akadály sincs, se le, se föl. És ez a szabadság. És ennek a fonákja a felelősség. Mert mihelyt választottál, már felelősséget is vállaltál. Úgyhogy az, ami a tudatodban létrejön, az valójában már ott volt, csak most láttad meg. Hát az, hogy az ember tud teremteni vizuálisan, gondolatilag, érzelmileg tettben, az mindig is úgy volt. De a meditáció meglátod ennek a teljes lehetőségét, a teljes potenciáját, és az eredeti, egyszerű és tiszta tan azt mondja, hogy ne hozz létre semmit. Éld meg azt az állapotot, amikor nem teremtesz, nem akarsz, nem ellenőrzöl, hogy jól tudom-e vagy sem, hogy jó-e a meditáció vagy sem. És ezáltal az azonosulás legmélyebb rétegei feltárulnak és leküzdhetők, csak úgy, hogy az energiát kivonod belőle, és az információt, mint hitet kivonod belőle. Mert azt már tudjuk, hogy az nem igaz, hogy amit eszel, azzá leszel, különben itt nagyon sok állathang lenne jobbra-balra. De amit hiszel, azzá leszel. Köszönöm. Úgyhogy óvatosan. Óvatosan a hitrendszerrel. Azon nyomban megmutatkozik értékrendben. És az pedig életrendben. Nincs rendben az életed, értékeid sincsenek rendben. Ha nincs rendben az értékrended, akkor a hited nincs rendben. Egyéb kérdés? Ott hátul. Nagyon erős családi karma esetén, amikor se a rámutatás, se úgymond az elszakadás nem megoldás, akkor mi a teendő? Kapcsolattípust mondj, mert most egy fekete folt van az üvegen. Szülők. Nem tudom, hogy kiről van szó. Szülők. Hát az elszakadás az világos, hogy nem lehetséges, de a leválasztódás az igen. Megszülettél hozzájuk, ők életük végéig a szüleid lesznek, sőt, jó hírem van, még annál tovább is, mert te őrzöd az emléküket, és akár tudatosan, akár tudattalanul, de az archetípusok szintjén ők determinálnak téged mindaddig, amíg le nem választottál róluk. És innentől kezdve dolgod van, felelősséged van. Ez kétféle. Az egyik, mint utód, a másik, mint szülő. Mint utód, vissza kell adnod mindent, amit nem akarsz továbbvinni, és megköszönni és továbbvinni mindazt, amit továbbvihetsz. Ez a helyes viszony. Mert senki sem tökéletes, de mindenkinek útja van. Ezt ma az őstiszteleti szertartásban nagyon világossá tettük. Tehát azzal, hogy az őseinkkel való kapcsolatot elismerjük, beleértve a szüleinket, nem váltunk robotokká, nem váltunk a következményükké. Csak a kapcsolatot ismertük el, és tiszteljük, honoráljuk, tisztítjuk.
Tehát számomra a tisztelet és a tisztítás az nagyon hasonló. Tehát amit nem tisztelek, azt nem tisztítom. Egy rendetlen térben nincs tisztelet. Amit kitisztítok, azt tisztelem is. Nézd meg. Úgyhogy tisztítjuk ezt a karmát, ahol a saját autonómiánk, a saját önállóságunk kapcsolatban van, például a szüleink útjával. Én értem is igazából, tehát úgy próbálom magam ettől a dologtól eltávolítani, csak sokszor annyira érzem az energiájukat, hogy bármennyire próbálok fókuszálni, tehát nem gyakorlok még olyan régóta is, tehát annyira átveszem, hogy... Mit veszel át? Olyan gondosan kerülöd a konkrétumokat, hát a, hogy mondjuk az a negatív érzéseket. Mi a negatív? Hát mondjuk a dű. A dű, pontosan. Igen. Tehát te eldöntöd, hogy amikor a szüleid dühösek, akkor te nem leszel dühös. Ez egy konkrét döntés belül. De ezt nem csak velük szemben nem tudom megtenni, hanem egyébként úgy ámblok se. Tehát, akkor, hogyha... akkor nem vagy elég erős a dűvel szemben. De most nem csak a dűre gondolok, hanem legyen az akár a szeretet, vagy bármi. Tehát, hogy olyan intenzíven érzem ezeket a dolgokat, hogy nem mindig tudok. És... Képzelj el egy olyan tükröt, mondjuk a fürdőszoba tükrödet, hogy bemész, alapozó, szempilla, rúzs, minden a helyén van, kimész, és amikor este visszakerülsz a fürdőszobába, a kisminkelt arcod még mindig a tükörben van. Meglepődnél, ugye? Na ezt hívjuk spontán ragaszkodó vagy tehetetlenségből azonosuló tudatnak. Ha gyakorolsz, akkor pontosan el tudod különíteni a lényeget a jelenségtől, a tükröt a tárgyától. És akkor nem fogsz kényszerűen azonosulni ezekkel az érzelmekkel. Azért mondom kényszerűnek, mert nem tanultál jobbat még, nem erősödtél meg még, és ezért az illúziót valóságnak fogod föl. Ez az, amikor a tükörre rétegesen rárakódik a tárgy. Ezt szoktam korábban úgy mondani, hogy a karma rárakódik az önvalódra, mint a guánó, keményen, vastagon. Amíg nem erősödik meg a tudat, addig ez a kényszerű azonosulás fönnáll. És mihelyt megerősödött, ledobta magáról ezt az egészet. Képzelj el egy olyan főzőlapot, régi, villanyrezső, nem ez a modern indukciós úri huncutság. Villanyrezső. És rátesz valaki egy jégkockát. És hogyha elég meleg a villanyrezső, az elolvad. Ha nem következik ez be, akkor a villanyrezső ugye nincs áram alatt, nem kapcsolják be, és a jég kockánként szépen ott van, villanyrezső fagypont alá hűl, a jég elkezd tapadni a fémhez, és ahogy jönnek a jégkockák, szépen rakódik rá. A japán kifejezése a meditációnak a szív felfűtése, de a szív az nem csak ez a dobogó itt, az az egyén, a tudat, a lény, a lélek, az mind a sim koreaiul. És ennek a felfűtése, tehát bekapcsolod a rezsót, és leolvasztod róla a karmát. Azokat a jelenségeket, amelyek nem azonosak veled, de te kényszerből, téves nézetből, gyengeségből azonosultál velük. És ez a villanyrezső elérhet egy olyan hőmérsékletet, hogy abban a pillanatban, hogy a jégkocka hozzáér, ez az izzóvas, ez gőzzé az egészet. Pillanatok alatt elfolyik, elpárolog. És utána már azt a hőt is eléri, hogy estében a jégkocka gőzzé válik. Hozzá se tud érni. Tehát ennyire erős és tiszta tud lenni a tudat, hogy látja, kezeli, de nem azonosul vele. Utolsó két kérdés. Köszönöm. Én tavaly láttam egy balesetet, ami után vagy forró, vagy fagyasztó érzés maradt a mellkasomba, és hogy hát szeretném tudni, hogy mi történt. Az érző szívedet foggyul ejtette a baleset. És most úgy tűnik, hogy egy teljesen paradox dolgot mondok, de ha jól figyeltél, ez ma nem az első.
belül ezt nézni kell. Tehát sajnos a meditációt tárgyává kell tenned, és mellé egy mantrát, amitől a távolságot tudod tartani, de ezt nézni kell belül, és amikor a mantra feloldotta ezt a látványt, akkor eltűnik. Ez nagyon mélyen belédivódott, mert egyrészt érezted a szenvedést, másrészt szerettél volna segíteni, nem tudtál, egy csomó egyéb érzelem is köthet ez a balesethez. Ezt azért nem szabad hagyni a tudatküszöb alatt, mert hogyha elfojtod, akkor megismétlődik kívülről. Akkor legyártod belül azt az eseményt, amitől ez még tudatosabb lesz. Hát egy trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Na most ezt érdemes rövidre zárni, hogy a tudatban belül tudatosítod, és nem egy külső eseményen keresztül. Oksi? Ezért van ekkora szerep annak, hogy ezt nézed. És még nem vagy elég erős ahhoz, hogy a mi ez kérdéssel működj, mert az itt teljesen még rád engedné az egészet. A mantra az egy erősebb tűzfal. Onnan látod, hogy nem vagy erős a tapasztalattal szemben, hogy mindig valami duális reakció beindul. Tehát valami fagyasztó és forraló érzés, vagy ennek a származékai, valamilyen duális reakció mindig beindul. Ekkor a tudat elgyöngült és lebillent a pillanatról, szétesett dualitásokra. Semmi más nem kell, mint ezt stabilan nézni, közéd és az esemény közé rakni egy mantrát, és megvárod, amíg eltűnik. És melyik mantrát javasolnád? Gáté, gáté, paragáté, parasam, gáté, bódhiszvaha. Jó. Köszönöm. És légzésfigyelés, testérzetfigyelés. Jó. Jó? Tehát jó. Tessék testbe maradni, és nem elmenni Bergen-Góciába agyilag. Jó. Köszönöm. Én minél többet foglalatoskodom egy dologgal, annál inkább tökéletlennek érzem azt a munkát, amit kiadok a kezem közül. Túl precíz vagy. És a precizitásban szeretnéd megtalálni a tökéletességet. Ezt első kézből mondom, hogy nem lehet. Apukával tessék rendezni a viszonyt, ez onnan van. Jó? Ez a megfelelés oda vagy vissza, ez nem. Optimum kell, nem maximum. Maximum nincs, minimum sajnos rengeteg van. Hát abban lefelé igazodunk. Ne lefelé igazodjunk. Fölfelé igazodjunk, de tudod, hogy a tökéletesség elérhetetlen, de egy bizonyos szintet el kell érni, hogy optimális legyen. Ez kell. Jó? Viszont mindeközben hihetetlenül szétszórtnak látszódom. Hát pont ezért, mert csak a részletekre figyelsz, hogy a kis tühtik kis részletek, ami a precizitásból és a tökéletesség mániából ott van, azok mind a helyükön legyenek, és kiderül, hogy nincsenek a helyükön soha. Azok a fránya kis részletek, ezek nem lesznek. Na, engedni kell egy kicsikét a pillanat rázóasztalán a nagy egészé összeállni ezt az egészet. Az összes részletet egészben látni, ehhez kell a mozdulatlan tudatú meditáció, és akkor megy. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Ja, már egy ideje gyakorlok, és érzem, hogy sikerült a gondolataimat bizonyos szinten lecsendesítenem, meg az érzelmeim hőfokát kicsit lejjebb csavarnom. És jó ez neked? Jó. Akkor folytasd tovább. Igen. Viszont vannak ilyen eldolgozatlanságaim családban is, illetve volt párkapcsolatban is, és nem tudom, hogy mikor érdemes ezekbe belemenni. Olyan dolgokról beszélek, hogy már nem is tartjuk a kapcsolatot, csak olyan rossz szájíz van, és hogy honnan tudom, hogy érdemes felnyitni az ilyen ládát? Amikor tudsz segíteni. Ha nem tudsz segíteni, ne nyisd fel. Különben csak újabb kör indul el, nincs irány, haszontalannak érzed, feleslegesnek. Valaki azt mondta, hogy ezt meg kell tisztítani, és nem tudom. Amikor úgy érzed, hogy tudsz segíteni, ez a megfelelő irányba fogja dobni az egészet. Jó? Értem, köszönöm. Szívesen. Anita? Volt szerencsém itt lenni Benedek születése előtt is, sőt, amikor született, akkor is pont itt voltam. Ugye idézted a Buddhát, aki azt mondja, hogy Ráhula a fiam született, bilincsem született. Azt hiszem, így van pontosan igaz. Így van, pontosan. És akkor te azt mondtad, hogy te ezt nem így gondolod, ez még mindig így van, igen, nem elég nekem. Elég neked? Jó bírónő vagy, hallod. De mondhatsz többet is, csak ezt az időkkel. Mondhatok többet, de drága vagy. Mennyit mondhatok?
Értetted, hogy értettem, elég nekem az igényben. Értettem, és aggódom is. Tehát 28 éves volt a Buddha, amikor tényleg született egy fia, és ezt az életrajzírók leírják, és Ráhulának, kötésnek hívták, és Buddha azt mondta, hogy Ráhula született, bilincsem született. És én abban az elég érdekes apai és tanítói helyzetben voltam tavaly július 30-án, hogy édes párommal, gyermekem, édesanyjával a kórházban, ő a legnagyobb erővel, én egy kicsi rásegítéssel életet adtunk a gyermeknek, és utána este egy dharma beszéd volt, ugyanazon a napon. És én azt éreztem, hogy 56 évesen Benedek született, kis Buddhám született, és ez erősebb, mint valaha. Én azt gondolom, hogyha a belső kis Buddhát kész arra, hogy életet adjon, akkor a gyermekeid útitársaid. Ha nem, akkor a bilincseid. A Buddha tényleg teherként, bilincsként értelmezte? El is hagyta a családot. Azt én tudom. Hát látod, mit csinált? Elment az erdőbe, 6 évig gyakorolt. Szerintem nem kis bűntudat lehetett ez a történetben. És azt is gondolom, hogy ha ez nem lett volna, akkor nem lett volna egy olyan belső nyomás, egy olyan dolog, hogy most vagy meghalok, vagy elérem a felébredést, mert mint apa teljesen csődöt mondtam. Mint fiú apámmal szemben, aki világuralkodót akart belőlem faragni, de én azt mondtam, hogy nem, ővele is teljesen csődöt mondtam. Mint férj, hát ott azért voltak ágyasok, voltak ugye különböző ilyen hierarchiák az örömben, aztán lett egy felesége, de ez az akkori nomenklatúra szerint nem jelentett azt, hogy föl kellett adni a többit, csak az, hogy volt egy feleség, az kész. Tőle vannak a gyerekek. És az akkori időszakban, és ezt a más több nejű társadalmakban is lehetett látni, hogy a feleség osztotta be, hogy a többi nővel hogyan lehet. Érted? Tehát ez nem volt csak úgy, hogy most megkerüljük a családi ágyat, és a háremben egy picikét ott örömet szerzünk magunknak, nem. Ez egy hierarchia volt, beleszoktak. Itt más van. Európa és a többi ugye európai gondolkodásmód nem csak a teisztikus vallásos, hanem a polgár is teljesen monogám módon képzeli ezt el. De a Buddha esetében sem mint férj, sem mint apa, sem mint fiú, ez nem ment. Ez nem ment. És innentől kezdve, hogyha ő nem hoz valamit vissza, ami minőségileg jobb, akkor ő tényleg csődöt mondott. Úgyhogy addig gyakorolt, és ezt nagyon jól lehet látni, vannak aszkéta ábrázolások, a halál széléig elment az aszketizmussal, hogy valamilyen felébredésben részesüljön. Megvoltak a módszerek. Az erdőben még volt egy pár aszkéta, meg két nagyon komoly tanítója volt, az akkori Számkja Védánta és az egyéb védikus iskolák, jógaiskolák. Az egyik volt Állára Kálámó Remete, a másik Uddaka Ráma Putta. Tehát ez kb. Olyan, mint amikor a mostani dalai lámának kimondott, hogy Kalu Rinpoche és Dilgyókhentse Rinpoche voltak a tanítói. Tehát ezek nagyon nagy formátum emberek voltak. Azért emlékszünk rájuk, mert Buddha Sákjamuni tanult tőlük. És semmi más nem tudunk, mint az, hogy a tan, amit ott tanult, az nem elégítette ki a boldogságvágyát, kíváncsiságát, nem érezte, hogy ezzel végigment volna az úton. Úgyhogy ment a rengetegbe egyedül. Úgyhogy szerintem az, hogy neki egy fia született, az egy elképesztő motiváció volt az úton. És nekem, hogyha 28 éves koromban születik egy, nem tudom, mit csinálnék, elképesztő utat kellett bejárnom ahhoz, hogy ezt úgy érezzem, hogy kis Buddhám, és nem bilincsem. Mit értett ő a bilincs alatt? Hát az, hogy gátolja az útban, és gondold el, te nem mehetsz el aszkétának, nem vonulhatsz el, nem kockáztathatod az életedet, ott van a feleséged, meg a fiad, és gondoskodni kell róluk, fiút föl kell nevelni. A Buddha előtt nem volt Buddha természet.
Kicsit teatrálisnak érzem a kérdést. Nem, még a Buddha után sem volt Buddha természet, ez a Mahajánának egy segédfogalma. Érted? Inkább nézd meg azt az életmódbeli különbséget, amit most ezzel az infrastruktúrával alig tudunk áthidalni, és egész a 20. századig ez vagy-vagy, tehát vagy szerzetes, vagy világi. Tehát hiába 1100 éves a tégórend, ahol vannak világi és szerzetes és nőszerzetes, tehát világiként is tagja lehetsz, szerzetesként is, és házas szerzetesként is. Tehát mindenféle platform létezik a renden belül. De az az életmód, hogy te évi 2x90 napot ülj, hogy érjél valamilyen minőséget, és azt aztán megoszd az emberekkel, azt egy rajkóval a kis térdeden, meg úgy, hogy a feleségednek joggal vannak igényei, kívánsága, hogy legyen már egy kis családidő, és azt nem tudod megcsinálni. Ezt értsük meg. Ezt szerintem nem nehéz látni. Tehát vagy az van, hogy a szellemi utat teszed előre, és akkor utána van valamilyen intimitás utód életadás, vagy pedig először adsz életet, először építed fel a földi egzisztenciát, és utána látod, hogy ez valahol kevés, és valahol sok, és meg akarod haladni, és akkor szépen leépítesz dolgokat, átmeneti időkre elköszönsz, időt kérsz, vagy bomlás, pusztulás volt, válás, törés, veszteségek, és akkor abból indul fölfelé. Nekem elég egyértelmű volt a sorrend, és most is az. Úgyhogy kis Buddhám született, aki egyre nagyobb, egyre jobban kúszik, mászik, föláll, gőgicsél, eszik-iszik, kakilpisil, és fantasztikus az a hatás, amit ránk így kifejt. Úgyhogy eszméletlen szerencsésnek tartom magunkat, hogy ő jött le hozzánk. És ezt így el is mondjuk néha. Neki is, meg úgy magunk közt is. És látható, és én a bilincset nem tudtam értelmezni, azért kérdeztem. Hát persze, hát nem tudott volna gyakorolni, nem tudta volna kibontakoztatni magát. Kívánom azt, hogy mindannyian bontakoztassuk ki képességeink teljes tárházát, járjuk együtt a felébredés útját, akármilyen családi, csoportos, páros és egyéni karmánk van, mind meghaladható. Ez a jó hír. Rossz hír nincs, csak munka van. Köszönöm a figyelmet.